Milyenek az afrikai utak? Igazából országfüggő, hogy milyenek az afrikai utak. Ugye 4 afrikai országon keresztül mentünk. Marokkó szuper volt, Mauritániában egész jó, Gínában nagyon rossz, Szenegálban egész jó, és igazából akkor 5 országon keresztül mentünk, Sierra Leone-ban is jó volt. Mi volt a legneccesebb pillanat, a holdpont a Budapestben, akkor nektek személyesen? Nekem a gínai éjszakai utolsó percek, amikor a 16 órát kellett egyhuzamba vezetnünk, az volt a legrosszabb, legnehezebb. Nekem is ugyanez, a gínai úthálózat, ami gyakorlatilag nincs, és végig kellett mennünk az éjszakába, úttalan utakon, és gyakorlatilag ott már 16. órája vezettünk, úgyhogy szerintem ott egyszerre volt holdpontunk mind a kettőnek. Elindulnátok újra Budapestben, akkor van másik terv, amit szeretnétek megvalósítani? Én, nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt, életem egyik legnagyobb élménye. Azt tudom mondani, hogy nem is nagyon tudtam volna mással megcsinálni, mint a Dáviddal ezt az utat, de nem mennék többször, mert nem tudna annyit adni 2 év múlva pluszban az mostanihoz képest, ami miatt megérné újra elmenni. Ugyanezt gondolom, hogy semmi pénzért nem hagynám ki. Tehát, hogyha most találnánk ki, hogy elindulunk, akkor újra elindulnék. De azt gondolom, hogy Afrika részünkről az megmutatta az arcát, és igazából láttunk mindent, még annál többet is, amit látni szerettünk volna.